Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Nagybőjt negyedik vasárnapja van, a Szentmise áldozatot elhunyt édesapákért, Enyedi Lajosért és Horváth Erzsébet Ferencért ajánljuk föl. Nagy szeretettel köszöntöm a Halom Televízión keresztül kedves tévénézőket, akik így kapcsolódnak bele a Szentmise áldozatba. Külön örülök annak, hogy László Attila itt van velünk és közöttünk. Sajnos a betegség az őt is elkapta, az influenza, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy annak ellenére betegen eljött, viszont hangja semmi nincsen, úgyhogy ha fülelnek, hogy Attila hogyan énekel, hát most nem énekel, hanem csak zongorázni fog, viszont ez külön ajándék, hogy a beteg ágyból ide jött hozzánk, és szolgálatot teljesít. Kedves testvérek, a Szentmise áldozat kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, Istenünk, Te szent fiad által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd kérünk, hogy keresztény népet készséges önátadással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Citkiának, Júda utolsó királyának napjaiban nem csak a nép, hanem a papok összes elöljárói is sok-sok hűtlenséget követtek el, utánozva a nemzetek valamennyi iszonyatos dolgát. Megszentségtelenítették az Úr templomát, amelyet pedig ő tett szenté Jeruzsálemben. Az Úr, atyáik Istene, követei által még jókor és ismételten elküldte hozzájuk figyelmeztetéseit. Kimélni akarta népét és a maga lakóhelyét. De ők kigúnyolták Isten követeit, megvetették üzeneteit és kinevették prófétáit. Végül az Úr haragja visszavonhatatlanul népére zúdult. Ellenségeik a templomot felgyújtották, Jeruzsálem falait lerombolták, valamennyi palotáját és minden drágaságát elhamvasztották és teljesen elpusztították. Aki a karttól megmenekült, az fogságba került Babilonba. Szolgái lettek a királynak és utódainak, míg uralomra nem jutott a perzsa királyság. Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava. Pusztaság lesz az ország, és nyugodni fog 70 esztendeig, míg e nyugalom által elégtételt nem szolgáltat a megszentségtelenített szombatokért. Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Kürosznak, a perzsák királyának első évében fölébresztette Kürosznak a perzsák királyának lelkét. Ő a következő felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is. Így szól Kürosz, a perzsa király. Az Úr, az ég Istene, nekem adta a föld minden országát. Ő megparancsolta, hogy templomot építsek neki a Júdában lévő Jeruzsálemben. Aki közületek az ő népéhez tartozik, legyen azzal az ő Istene, és térjen haza. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Yeah.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket is, bűneink miatt halottakat, így kegyelméből kaptátok az üdvösséget. Feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét irántunk való jóságából. Kegyelemből részesültetek az üdvösségben a hit által. Ez tehát nem magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Az ő alkotása vagyunk, Krisztus Jézusban jó tettekre teremtett minket, ezeket Isten előre elrendelte, hogy bennük éljünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára,
mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy. Hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéjén. Kedves esvérek! Nem tudom, hogy voltunk-e már éjszakai túrán, kiránduláson. Írtó érdekes és nagyon jó. Persze, főleg, hogyha olyan helyen megyünk, ami nem veszélyes, és nem tévedünk el, és stb. Valami fajta gödörből nem pottyanunk le. Egy élményemet szeretném elmondani, amikor a Ferences gimnáziumban jártam, és Márk atyával egy ilyen éjszakai túrára mentünk el. Hát nagyszerű volt. Baktattunk, este későn a erdőben, és csodálkoztam, hogy olyan szépen ki van világítva az út. És aztán fölnéztem az égre, elfelejtettem, hogy teli hold van. Tehát a hold nénénk, ahogy Ferenc atyánk mondja, hát olyan szépen beragyogta az utat, hogy az csak na. Ilyen furcsa volt egészen más a holdnak a fényében baktatni, mikor süt a nap. Hát világos van, ság van, szürkület van, a kettő között olyan kedves és szép az egész, a meghitt. Volt olyan éjszakai túránk, amikor nagyon sötét volt, és alig láttunk. Sőt, emlékszem, amikor elmentünk egy barlangba, egy barlangi vezető keresztül, talán Aktelek volt, nem tudom, hogy hová, hát tudja, hogy a barlangban sötét van. A barlangban nagyon sötét van, és egy nagy kört alkottunk, és kérte a bennünket vezető atya, babácsi, hogy a barlangi vezetőtől, hogy egy picit kapcsolja le a lámpát. Lekapcsolta a lámpát, hát olyan sötét lett, hogy az csak na, semmit nem lehetett látni. Majd az volt a feladat, hogy fogjuk meg egymás kezét, és mondjuk el egy mi atyánkot, meg egy üdvözlégyet. Hát akkor sötét lett, akkor hát persze mindenki megijedt, hogy jó, de sötét van, ez nagyon szörnyű. Nagyon szörnyű. Megfogtuk egymás kezét, és elmondtuk a mi atyánkat, meg az üdvözlégyet. Bár sötét volt, de olyan erőt kaptunk a Jóistentől, hogy mi hozzátartozunk, és összetartozunk. Két percig tartott talán ez a sötétség, és aztán fölkapcsolták a lámpát, és mindenki látta másnak az arcát. Kedves testvérek, Jézusom, itt az evangéliumban arról beszél, hogy a rossz emberek, a gonosz emberek azok a sötétség fiai, sötétség gyermekei, vagy a sötétség cselekedeteit teszik. Azok a sötét, hogy is szokták mondani, sötét gazember, ugye? Tehát elbújnak, bujdokolnak, rossz a lelkiismeretük. Már amennyiben még érzik egyáltalán, hogy van lelkiismeretük, mert többször meg is alapítják az egyház nagy okosai, hogy egy olyan világban élünk, ahol gyakorlatilag a lelkiismeret az ki lett iktatva. És ahogy szokták mondani, lelkiismeretlen világban élünk. De a lelkiismeret az mégiscsak jelez. Pedig hittanórán játszottuk a következőt, a gyereknek bekötöttük a szemét, és az volt a feladat, hogy egy kis társa, egy kicsi gyerekek voltak, egy kicsi társa, az oda megy és nem érhet hozzá, hanem csak fülébe súgva mondhatja, hogy a
tanteremben, amelyik ilyen kacskaringósá meg lehet csinálva egy kicsikét, merre kell menni, és az osztály, illetve a hittan csoportnak a többi tagjának az volt a feladatuk, hogy nekik meg azt kellett mondani, hogy ne hallgass rá, ne erre menj, arra menj, emerre megy, és annak a bekötött szemű gyereknek pedig nagyon figyelnie kellett arra az egy hangra, amely a sok-sok hang közül a jót mondta. Hát igen, aztán végül célba ért, hála Istennek, legyőzte a rosszaság hangjait, és hát jót nevettünk rajta, persze, mert játék volt, de így van az életben is, kedves esőrek, hogy a sötétség fejedelme az ördög ilyen-olyan, amolyan kísértéseken keresztül az embert vakvágányra akarja vezetni, a sötétség bugyraiba akarja elvezetni, hogy az ember rosszul érezze magát. Na igazából a bűnnek a büntetése már ott van magában. A rossz lelkiismeret. A rossz lelkiismeret következtében az embernek rosszá válik a közérzete. Rosszul érzi magát. Milyen nagy ajándék, hogy Jézus Krisztus eljött hozzánk a világ világossága is, és beragyogja a mi lelkünket. A világosság, a szeretet, az öröm, a jóság, a remény. És mi, kedves esőrek, mi erre kaptunk meghívást. Ahogy mondja Pál apostol, hogy emeld fel az orcádat, emeld föl, tekints föl, mert Krisztus rád ragyog. Krisztus ránk ragyog. Ő a mi fényünk, ő a mi világosságunk. Ezért mondja Jézus, hogy ti a világosság gyermekei vagytok. Belőle születtünk újjá, az ő szeretetéből. Gondolj csak el, Jézus kereszten ott függ összeverve, borzalmasan, szörnyű állapotban. És ott óbigatnak az emberek körülötte, és mondják, hogy szállj le a keresztről, és akkor mi hinni fogunk. Micsoda csábítás az az ördögnek, micsoda egészen alamuszi, ronda, alávaló csábítása. Hiszen pont ezért jött el Jézus, hogy higgyenek az emberek benne, és azt mondja az ördög, hogy szállj le a keresztről, és mi, mondják ezek a nagy bűnösök, akik őt oda szegezték, és akkor mi hinni fogunk benne. És Jézus nem száll le a keresztről. Jézus nem átkozza meg őket. Nem mond csúnyákat rá. Imádkozik értük. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Krisztus a keresztfán a ragyogó tündöklő példája annak, hogy a szeretet, a világosság az győzedelmeskedik a sötétség fölött. És hát ez válik valóra, amikor húsvét hajnalán mennek az asszonyok, szegénykék kis batyúval a kezükben, hogy bekenjék Jézus holttestét, ugye, mert a készület napja miatt nem tudták ezt megtenni, és azon gondolkodtak, hogy azt a nagy-nagy követ majd ki fogja arra taszajtani onnan, hogy ott tudjonnak menni Jézusnak a holttestéhez. És nincs ott a kő, nincs ott Jézus, hanem a halál kamrájából világosság árad. Miért keresitek te az élőt a halottak között? Miért keresitek te ti a világosságot, a világ világosságát, Krisztust a sötétség birodalmában? Ő nincs itt, ő föltámad, ő veletek van. És itt van velünk, itt van közöttünk. Egy történetet szeretnék elmondani. Napokban egy fiatalnak a élettörténetét hallgattam meg, röviden és tömören próbálom önöknek elmondani. Nekem annyira tetszik, hogy mondanám is, hogy akinek vannak szép történetei, amik építik a lelket, megragadnám így a alkalmat a Halom televízión keresztül, mátyasatya@gmail.com, szépen el tudják küldeni olyan történetet, ami építi a lelkünket, és esetleg közkincsé lehet tenni, föl lehet tenni akár a Noé zenekarnak a honlapjára, vagy a mi honlapunkra, hogy építi a lelkünket. Meg tudjuk osztani egymással. A történet a következő. Napokban beszélgettem egy 16 és fél éves kis fiatal emberrel. Mindegy, hogy hol lakik, mindegy, hogy hogy hívják, nem ez a lényeg, a történet maga. Kezdem tőle, kis beszélgetésünk kapcsán valaki bemutatta, hogy hát ő az XY. Mondtam, hogy a Matyi atya vagyok. Te mit csinálsz? Azt mondja, dolgozom. És mit dolgozol?
egy nagy, gyors étteremben dolgozik. Hát mondom, ez egy nagyon derék dolog, és maga jártál iskolába. Elmondja, hogy melyik iskolába járt, ez kiárta, apukádék, anyukádék. Hát sajnos apukám már 6 éve meghalt. Nagyon sokat veszekedtek szüleim, de végül szépen apukám meghalt, és nagyon-nagyon szerettem. Még most sem tudom elfogadni, hogy ő meghalt. Hiszel a Jóistenben? Hát a Jóisten az nincsen. Hiszel a szeretetben? Hát a szeretetben persze, hogy hiszek. Mondom, hogy a Jóisten a szeretet, akkor hiszek benne. Hát mondom, az Jóisten a szeretet. Ő veled van. És hát látom, hogy olyan nyúzott az arcod egy kicsit. Igen, mert nagyon sokat kell dolgozni. És rosszaság nem volt abban az időszakban, ahogy te küszködtél az életeddel, amikor édesapád meghalt, szüleid rosszul éltek, beszekedtek, civakodtak, de nagyon sok rossz volt. És mi segített neked? Hát, sajnos belekerültem a kábítószerbe, és több mint 1,5 évig drogoztam. És mondom, hogy sikerült bele kijönni? Hát úgy, hogy akartam. Hogy akartam. Hogy éreztem a lelkemben a hangot, hogy ez nem az én utam. És olyan barátokat adott mellém, akik segítettek kijönni ebből a halál útjáról. Ebből a szörnyűségből. Meg elterelésre jártam, meg voltam egy kicsit elvonulni is, és a többi. És most már teljesen tiszta vagyok. És mondom, hát hogy élsz, mit dolgozol a gyors étteremben? Azt mondja nekem, csoportvezető vagyok. Nézek rá, és kiderült, hogy tényleg csoportvezető. 16 és fél éves emberke, és mint csoportvezető, hány ember tartozik hozzád? Azt mondja, 15. 15 embernek te, ilyen fiatalon te dirigálsz, igen. És mondták is, hogy most tanulok, és csinálom, és előbb-utóbb majd egy nagy gyors étterem, tehát nem egy két fős kis bigyókában. Most nem mondom a cégnek a nevét, egy világcég, és hát látják benne az akarást, a fantáziát. És aztán találkoztam le egy kicsi idő múlva, és a gyereknek az arca még tisztább lett. És elmondta a sikerélményeit. Mondja, hogy most már imádkozom, és tényleg érzem, hogy a Jóisten velem van. Kedves esérek, ez a kis legényke hős. Anyukájától messze van, testvérével lakik, minden nap kell, vagy 17:30, és akar, küzd, csinálja, és kis munkahelyen 15 ember, akik sokszor idősebbek, ő mondja, hogy ezt ide, ezt oda, ezt amoda, ezt emide. A világosság Krisztus, kedves testvérek, az ember lelkét átalakítja és átformálja. Ez nem egy elmélet. Krisztus a legvalóságosabb valóság. A valóság, az élet Krisztusban van. És hányszor belefeledkezünk, kedves testvérek, az önsajnálatba. Hányszor belefeledkezünk abba, hogy hát mi nekünk senki nem tud segíteni, az én életem, az én nyomorom, az én így, úgy, amúgy, és te már szinte a gyászbeszédet is elmondjuk magunk fölött, vagy pedig éppen a megdicsülő beszédet, hogy mi mindent, és pezeg a világ. Kedves testvérek, Jézus Krisztus ott él önökben, szívükben, lelkikben. És ki az, aki elmondhatja azt, hogyha vele van az Isten, hogy van valamilyen ellenség. Ha Isten velünk, akkor ki ellenünk? Ha Krisztus szeretete bennünk él, akkor a halálból, a sötétségből átmentünk az életre. A reménytelenségből a reménybe. A szeretetlenségből, az önvádból, a szeretetbe és a helyes önértékelésbe. A boldogtalanságból a boldogságba. És ezt nem lehet fölcserélni semmivel és senkivel. És ezért nagyon fontos, kedves testvérek, hogy húsvétra készülődve nem valamit ünneplünk, hanem valakit ünneplünk, Krisztust ünnepeljük, életünket.
aki elhozta nekünk a világosságot, a szabadítást, az örömöt és a boldogságot. És azt szeretné Jézus, hogy ő mondja, mint a világosság gyermekei, ragyognánk és tündökölnénk, mint égen a csillagok. Úgy ragyognánk és úgy tündökölnénk, mint égen a csillagok. És ahogy a beszédem elején említettem, a hold bevilágítja az utat. A hold nagyon sokszor a szűzanyának a jelképe, vagy a őskeresztény írásokban, vagy az egyházi. Ugye a nap ráragyog, és abból meríti fényét. Hát legyünk mi is ilyen útmutatók, ilyen kis Szent János bogárkák, ilyen csillagok, akik szépen mutatják a helyes utat, az igaz utat, az élet útját, a világosság útját, hogy a sötétség és a halál országából mind többen megtalálják életük igazi célját, értelmét, boldogságát, vagyis Jézus Krisztust. Amen. Hiszek az egy Istenben. Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberéle. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, így halált szenvedett és eltemették. A föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anya szent egyházban. Valom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvérem Isten kegyelmét, hogy fölhagyjunk a sötétség cselekedeteivel, s mindenkor az igazság Krisztus fényében járjunk. Engedd, Urunk, hogy híveid jó cselekedetekkel tanítsák, hogy ők a világosság fiai. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa és püspökeink tanítása a világosság útján vezesse egyházadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a nemzeted akaratod szerint igazságos békében éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a nagybajti bűnbánatban megtisztuljunk a bűneinktől, és minden tettünket a szeretet irányítsa. Kérünk téged, hallgass meg. Egyesítsd plébániánk bűnbánatban megújult népét a Szent Mise áldozat szeretett közösségében. Kérünk téged, hallgass meg. Mennyei Atyánk, segíts minket kegyelmeddel, hogy a nagybőti bűnbánatban teljesen megtisztuljunk, és a világosság fiai lehessünk Krisztus, ami Urunk által. Látást, hogy ne tévedjek el. Új
nincs nagy szenteleted. Kormányát engem, hogy hasonlítsak rá. Drága szent lelkeddel, gyere közel hozzám. Pillantások a legtalán, szöntet jelent minden szónál. Jelenlétre elválaszt engem. Egy pillanás dicsőségedből, s újjá lesz minden. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Örömmel ajánljuk föl néked, Istenünk, áldozatunkat, hogy az örök élet kenyere legyen belőle. Kérve kérünk, segíts minket, hogy hívő tisztelettel vegyük körül, s méltóképpen mutassuk be a világ üdvösségére Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl a szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az emberiség sötétségben tévejgett, de ő a hit világosságára vezette megtestesülésének titka által, és akiket az ős bűn születésüktől szolgaságra vetett, a keresztvíz által Isten gyermekévé fogadta. Az ég és föld ezért énekli neked az imádás új énekét, és mi is az angyalok seregével együtt hangos szívvel hirdetjük, s vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé, ez a vér. Értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, s hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szentélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokkal, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, s minden szenttel együtt, akik a világ kezdet óta kedvesek voltak előtted, részesi lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat, szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkén. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Thank you.
Ima az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. A Te Istened, a Te Istened, ő vár rád.
Könyörögjünk. Istenünk, Te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik, kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmet fénye, hogy mindig úgy gondolkodjunk, hogyan hozzád méltó, fönségednek kedves, és őszintén szeressünk téged, Krisztus, ami Urunk által. Sokan talán nem tudják, nem szeretném ezt így külön reklámozni, többen kérdezték, hogy miért nem jobban reklámozom. Hát azért nem, mert ebben az esztendőben szeretném, hogyha egy újabb kutatás vizsgálat tárgyává tennénk azt az oltári szentség darabot, ami leesett néhány évvel ezelőtt. Előbb Németh István testvérünk említette ezt, aki nem tudná, Szent Misén leesett egy szent ostya a földre, az elírásnak megfelelően beletettem egy vízbe, egy tiszta tégelybe, ilyenkor az föloldódik, és virágra szoktuk kiönteni. Föloldódott, imádom, megsemmisült oltári szentség darabotok, ma nem szentség, hanem hát egy fölbomlott kovásztalan kenyér darabka. De hát ez az oltári szentség közepe elkezdett bevörösödni, körülötte fölbomlott, átöntöttem egy másik tégelybe a vörös kis darabkát, és vízben volt 60 napon keresztül, majd kitettem egy kis korpalá, kis kendőcskére, és a kendőcskén beszívódott. Elvittem különböző helyekre, országos igazságügyi szakértői központba, orvos szakértői központba. Ott megvizsgálták mindenféle a tudós emberek, utána elvittem a Műszaki Egyetemnek mindenfajta laboratóriumába, a Tudományos Akadémia mindenfajta laboratóriumába. A végeredményben azt a választ kaptam, hogy természettudományos módon meg nem magyarázható az, hogy 60 napon, ez le van írva, 60 napon keresztül miért nem oldódott föl ez az ostya darab. Nincs magyarázat arra, hogy miért színeződött el, nem gomba, nem penész, nem tudom micsoda, a színeződése való ok nincsen, vagyis megmaradt az ostya szerkezete, így módon, hát ha megmaradt az ostya szerkezete, tehát nem oldódott fel, akkor az oltári szentségként is megvan. Úgyhogy ebben az esztelőben már egy jó vizsgálatot szeretnénk majd végeztetni vele. Mindenesetre betettük a tabernákulumba. Többen kérdezi, hogy hol tárolom, hát mondom, nem a spájzban, meg nem a polcon, hanem a oltári szentség tartóban, mivel oltári szentségről beszélünk. Egy pillanatra azért megmutatnám a kedves testvéreknek, utána a Szent Misét végezzük, közeledünk el. Tehát, hogy lássák, ilyenné vált az az oltári szentség darab, amiről beszélek. És én nem fűzök hozzá kommentárt, ilyen, és pont. Köszönöm szépen. A Szent Misé után kakaózás van, kedves testvérek, ne feledkeznek el. Kiadványok hátul vannak, jótékony cél támogatnak vele, képmás magazin 200 forint, azzal pedig a szegényeket támogatják. Hálásan köszönöm Noé zenekarnak a közreműködés, László Latinának, hogy itt van, és hogy jobbulást kívánok, és reméljük, hogy majd újra találkozunk, akkor majd énekkel is jó Isten tudod majd dicsőíteni. Szép nagyböti készletet kívánok mindenkinek, ne feledkezzünk el arról, hogy bűnbánati időszakban Szent Jónással készülődjünk, és jó cselekedetekkel az Úr Jézus Krisztus megváltása szent ünnepére. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Misé véget ért, küldetésünk van, járjunk békében. Újjáig teremtesz, sebel máborod, boldogságot.
nem sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten, áldó két kezem, bűneimmel én szegeztem fel.